Itt át még előző héten a nagy bátaszék felirat a templom lábánál, amiből két betűt kitörtek a hétvégén. Rongálás miatt pedig már el is távolították az elemeket. Volt már rá példa, hogy gyerekek mászókának használták, volt az, hogy el is mozdították helyéről, de ilyen vandál munkára még nem került sajnos sor. Megtesszük a megfelelő intézkedéseket, rendőrségi feljelentést is megtesszük rongálás tekintetében. Ugye többen közösségi oldalakon keresztül kérdezték, hogy hát vannak térfigyelő kameráink, látta ezt az eseményt? Sajnos nem, hiszen a térfigyelő kameráink azok fixre vannak állítva, és bizonyos pontokat figyelnek, és mivel néhány nappal ezelőtt a kiállított bornapok díszletet is szétdobálták valakik, a kamerával azt a utcarészt figyeltük, így most a betűkre nem jutott elég figyelem. A városnak több pontján vannak térfigyelő kameráink, több mint 11 helyszínen, és az elmúlt időszakban még két helyszínre helyeztünk ki, és a képviselőtestület a soron következőlésén még két helyszínre fogja a kamerákat kihelyeztetni. Azt gondolom, hogy ez nem teljes mértékben oldja meg a problémát, hiszen ez annyira nem fogja visszatartani azokat az elkövetőket, akik esetleg rongálnak. Ez közösségi fellépésre van szükség. Az anyagi kár felmérése jelen pillanatban még zajlik, a feliratot pedig tervek szerint vissza fogják állítani. Egy speciális fából készített felirat volt. Ugye meg fogjuk keresni azt, aki összeállította ezt a feliratot, ezt a dekorációt, hogy milyen technikai megoldással tudjuk helyreállítani. Egyébként téli időszakban mindig be is hoztuk ezt a feliratot, hiszen próbáltuk az időjárásra egy kicsit megvédeni, tehát a felújítás után tavasszal újra majd vissza fog kerülni az eredeti helyszínére. A város vezetés reméli, hogy ha visszakerül a felirat, nem történik majd hasonló eset, és mindenki kellő elővigyázatossággal kezeli a város értékeit.